Facundo Arana, Cvetko Sándor és Gianella Neyra, Nárai Erika főszereplésével bemutatjuk. A Jágó című filmsorozatot. További magyar hangok. Háda János, Kocsis Marian, Andrész Kati, Csernák János, Melis Gábor, Boros Zoltán, Orosz Helga, Cető Roland, Salinger Gábor, Crespo Rodrigo, Zakariás Éva, Roatis Andrea, Koroknai Géza, Balázsi Gyula, Sörös Sándor, Urbán Andrea. Kisasszony? Igen. Kisasszony, nem tudja, hogy történt valami? Semmi baj, csak a beteg állapota nagyon súlyos. Tudja, én érzékenyen reagálok az ilyesmire, most álltam csak munkába. Nem tudja, mikor jön meg dr. Rossi? Mert nekem kell jelentést írnom a beteg állapotáról az ügyész számára, és... Ezek szerint nekünk kell eljuttatni a jelentést. Nem, nekem kell, mert én vagyok az őrzője. Egy aktakukac rendelt el, hogy írjak valami jelentést. De ehhez tudnom kell, hogy mikor jön meg dr. Rossi. Persze csak, ha meg tudja mondani. Úgy egy órán belül. Egy órán belül? Igen, igen. Jól van, értem. Jól van. Bocsásson meg, uram. Igen? Ne haragudjon a kérdésért, de nem lehetne levenni a bilincset a kezéről. Ez a szabály. Én nem tehetek semmit sem. Még egy ilyen csinos ápolónő kedvéért sem lehet. Köszönöm, csak tudja, így sokkal bonyolultabb foglalkozni a beteggel. Igen, persze. Semmit nem tudok tenni. Komolyan, miattam lehetne. De beszéljünk inkább másról. Új itt a kórházban? Hogyan? Új itt a kórházban? Ezt hogy érti? Csak azért kérdezem, mert még nem láttam. Igen, ma vagyok itt először. Tényleg? Igen. Na jó, odakint leszek. Csá. Marina, merre vagy? Jákó! Jákó! Nem látlak. Itt vagyok. Itt vagyok. Melletted. Értem. És maga mire véli ezt a levelet? Nos, nekem az volt a benyomásom, hogy Elena nem vesztette el az eszét. Uh-huh. És a levél szerint pedig van okunk aggodalomra. És mi van a levélben? Nos, sok mindent megírt, hogy Aldo is gyilkos, Aldo ölte meg Victoria Siréniót, aki a testvére felesége volt, és hogy Aldo meg akart tőlem szabadulni, és nagyon szépen kérlek, ne hagyj magamra maradtam egy szörnyetek karmaiban. Nos, maga az egyetlen, aki segíthet rajta. Kérem, itt tudja hagyni a levelet? Igen, igen, természetesen. Remek, jó. A rendőrség majd elvégzi a szükséges nyomozást. Jó. És szeretném megkérni arra, hogy adja meg az adatait, mert lehet, igen, hogy értesítenünk persze. Kell. Jól van. Kérhetnénk még egy szívességet. Igen? Meg tudná adni az elmegyógyintézet címét, ahol megtalálom Elenát? Mégis mit jelentsen ez? Mit keres itt az anyám Mercedes? Nem kell Mercedest kérdezned, mert én is tudok válaszolni.
Vak vagyok, és nem bolond. Talán inkább azt szeretted volna igazából mentálisan beszámíthatatlannak nyilvánítani, ahogy szerencsétlen Elenával tetted. Nincs semmi tenni valód, Luisa. De igen, uram, elnézést. Megyek. Jó. Segítek neked, Thomas. Anya, miért jöttél ide? Mert úgy döntöttem, hogy szeretnék hazaköltözni. Hogy nem tudod, hol van Jágó? Nem tudom, hogy mit tudok, vagy mit nem tudok. Néha jobb nem tudni semmit. Az az igazság... Megmondanád, hol van? Kérlek! Nyugodj már meg, árt a szépségednek. Szia, mi újság? Mi van Jágóval? Éppen a kórházból jövünk, és nincs valami jól. Melyik kórházba vitték? Szerszó nem mondta? Arra most már a kórházban. De nem lehet bemenni hozzá. Hát igen, egy őr áll az ajtóban, és nem engedett be hozzá. Jágó kórházban van, de lakat alatt tartják. Na jól van, én oda megyek. Ha a börtönbe beengednek, akkor miért ne engednének be a kórházba? Remek, Gardner, gratulálok, mint egy pletykás öregasszony. Beléd meg mi ütött? Hogy mi ütött? Morino is bement a kórházba, és most meg... Hiszen találkoztunk vele, elfelejtetted? Jó, hát igen. Még mindig nem érted, ha ez a két nőcske véletlenül találkozna, még két ágyat be kellene állítani, he? Azt tudja, hogy egymásnak esnének. Tényleg itt vagy? Igen, itt vagyok. Add a kezed. Gyönyörű vagy. Szeretlek. Szeretlek. Én is szeretlek. Veled akarok lenni. Egyedül. Veled, csak veled. Emlékszel még, amikor megesküdtünk, hogy együtt maradunk? Senki nem választhat el egymástól. Senki. Szabadság. Nincs szebb dolog a világon a szabadságnál. Nincs szebb dolog a világon a szabadságnál. Nincs szebb. Dolog. Szeretlek. 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 Nem tudom, miért beszélsz titokzatos dolgokról, anyám. Ha előfordult, hogy nem mondtunk el valamit, az csak azért lehetett, hogy ne idegesítsünk, hogy ne sebezzünk meg. Egy édesanyja előtt nem szabad eltitkolni, hogy meghalt az egyik fia. Egy idegentől kellett megtudnom véletlenül, hogy szegény Lucio elhunyt. Az alma nem esett messze a fájától. Ezzel meg mit akarsz mondani? Hogy te magad is eltitkoltad előttem Lucio örökbefogadását. Nem engedem, hogy akárcsak felemlegesd ezt a témát. Soha! Lucio az én fiam volt. Úgy szerettem, ahogy téged. Soha az életemben nem tettem köztetek semmiféle különbséget. Legalábbis te most ezt mondod. Úgy tűnik, itt az ideje, hogy végleg abba hagyjuk ezt a beszélgetést. Azt pontosan tudom, hogy mi ketten másképp látjuk a világot. Merem remélni, hogy soha senki sem nyúlt hozzá a szobámhoz.
a szobámhoz, ahonnan hálátlanul kiűztél engem 25 évvel ezelőtt. Gondolom, hogy érintetlenül maradt. Vagy a szobától is úgy megszabadultál, ahogy sikerült tőlem is? Én nem tudom, ha összefut Moréna és Melina a kórházban, mi történik, de hát... Engem egyedül az érdekel, hogy Jágó felépüljön. Mindjárt az érdekli. Na, a lángocska! Szervusztok! Lángocska! Gyere, lángocska, hadd üljek meg. Mi újság? Mit tudtok Jágóról? Igen, Jágót kórházban ápolják. És nincs valami jól... Nem tudtunk bemenni hozzá, úgyhogy mi még csak azt se tudjuk, hogy történt a baleset. Nem baleset volt. Nem? Hogyan? Meg akarták gyilkolni. Úgy tudom. Nem sokáig voltam a börtönben, de nagyon különös dolgokat láttam. Jágó nagyon rendes ember, mégis sok az ellensége. A legádázabb ellensége Pokróc. Pokróc? Beszélek Bekerával. Hát, ha át lehet helyezni másik börtönre. Igen, de először meg kell várni, mi lesz. És még ott van Melina meg Moréna, az a két nő mindenre képes. Megtépik egymást. Á, ugyancsak óvatosnak kell lenni, és semmi sem fog történni. Á, jut eszembe, Fraha, azt mondta, hogy beszélni akar veled. Mi? És mit be akar zárni? Nem. Csak segíteni akar, hogy visszakaphasd a múltad. Tudni, hogy ki voltam és ki vagyok. Semmi más nem szeretnék a világon. Megismersz engem? Tudod, hogy ki vagyok? Igen. Mondd, mi a nevem? Alejandra vagyok. A barátnőt. Elena, a levél, amit írtál a házamban, nagyon nyugtalanít engem. Hoztál nekem inni valamit? Ne gondolj most az ivásra, kérlek. Muszáj lesz innom valamit. Nem. Szomjas vagyok. Mi történt Aldóval? Aldó elvette tőlem a fiamat. Elvette. Mikor az egyik barátnőmnél laktunk, de az elárult. Nem. Elena, nem árultalak el téged. Tényleg nálam laktatok. Én vagyok Alejandra, de nem árultalak el. Te vagy Alejandra! Igen. Miért árultál el engem? Miért? Nem árultál el engem! Nem is tudtam, hogy a jövendőbeli kórházba került. Ó, persze, ez alatt Tomot értem. Azt hittem, van elég pénze, hogy megfizessen egy magánklinikát. Elnézést. Nagyon szépen kérlek. Szállj le végre Jágóról. Elengedsz végre, Melina? Nem akarom, hogy kettőnk közé állj. Miért nem kérdezed meg Jágót? Téged egyedül az érdekel, hogy én mit csinálok. Láttad? Nem. Senkit sem engednek be. Lennél kedves átengedni? Megismételném. Hagyd békén Jágót, különben megbánod. Akkor megyek be hozzá, amikor csak akarok. Átengedsz, vagy verekszünk? Figyelmeztettelek. Ez itt anyám szobájának kulcsa. Olyan állapotban van, ahogyan hagytad. Soha senki nem ment be oda. Sajnálatos módon még csak ki sem takarítottak. Nem kell aggódni, azonnal szólok a lányoknak, hogy kezdjék nem el. Nem értem, Mercedes. Mióta játszod a ház nagyasszonyának a szerepét? Hogy adhatsz parancsokat a személyzetnek a megkérdezésem nélkül? Mercedes jó barátnőm, és én felruházom őt ezzel a joggal. Menjünk, édesem. Történt valami?
Nem, Josefina. Semmi se történt. Halló, geriátra kérem, adja csak az igazgatót. Mi újság, doktor úr? Aldo Sirenio beszél. Az anyám elszökött az osztályáról, nem tudom, tudja-e? Egy fikarcnit sem érdekel, doktor úr. Fel fogom magát jelenteni, és erre a gatyája is rá fog menni. Nyugodjon meg, asszonyom. Mondja csak, ön írta ezt a levelet? Hozott nekem valamit inni? Nem, de legközelebb megígérem, hogy hozok önnek valamit. Mondja csak, megismeri ezt a levelet? Igen. Ezt én írtam. És minden igaz, amit itt írok. Aldo ölte meg Viktóriát. Ellopta a fiamat. És berakott ide. Gyógyszereket adnak. Apránként megmérgeznek a férjem parancsára. Ha Istent ismer, kérem szépen, segítse. Nyugodjon meg, mindent megteszek. Kérem szépen, ne hagyjon itt. Mert amint kiteszi a lábát innen, adnak nekem egy injekciót, és annyira fáj. Lejárt a látogatási idő felügyelő. Kérem, ne hagyja. Nem kell aggódnia. Fény derítek mindenre. Nyugodjon meg. Ha rendesen viselkedik, megígérem, estére kap tőlem egy üveg viszkit. Jó napot, uram, segíthetek? A kórház főorvosával szeretnék beszélni. Az igazgató úr már elment, és ma nem is jön már vissza. És hány órakor lesz itt körülbelül? Holnap reggel 9 után már biztosan itt lesz. Remek, akkor megmondaná neki, hogy holnap bejövök? Akkor mondjuk úgy dél körül ide jöhetek? Minden rendben lesz, megmondom a doktor úrnak. Nagyon köszönöm. Nincs mit, szívesen. Ki volt ez? Egy nyomozó. Valami nyomozó, Fraha. Magát kereste, de mondtam, hogy csak holnap lesz házon belül. De miért nem engedted be egyszerűen a szobámba? Mert Elena Sirenióval kapcsolatban kért információkat. Értem. Helyesen tetted. Nagyon helyesen. Jöjjön, Josefina. Évtizedek porát érzem. Akkor azonnal kiszellőztetek. Nem. Egy pillanat. Meséld el, hogy néz ki a szoba? Nos, hát, nagy a rendetlenség. Borzasztóan elhanyagolt, és csak úgy száll a por mindenhol. Ez aggaszt engem a legkevésbé. Volt ott egy virágváza, metszett kristályváza. A férjem mindig gondoskodott róla, hogy friss virág legyen benne. Lássuk csak. Ez az? Igen. Igen? Tényleg, ez az, igen. És az éjjeli szekrényen szokott lenni a férjem fényképe. Lássuk csak, megvan, megvan. Tessék. Szép szállegény volt, ugye? Úgy, ahogy mondja. Még én is nagyon jól emlékszem rá. Hát még én. Életem minden napján eszembe jutott a drága férje. Nos, itt hagyom egyedül egy pillanatra, jó? Csak megkérem Luizát, jöjjön kitakarítani a szobát. Persze, persze, menjél csak. Én minden egyes zugot jól ismerek ebben a házban. Menj csak nyugodtan. Sietek vissza. Kérem szépen, kisasszony, engedjen kérem, be csak egy pillanatra, jó van hozzá! Istenért. Én vagyok Jákob Valdez, megy asszonya! Értse már meg! Nem mehet be a pácienshez! Ez a szabály! Lefogadnám, hogy Marina Gallardot bezzeg, beengedte. Hogy kit? Nézze, kisasszony, menjen szépen innen! Ne értessen!
Nem lögdösöm, de menjen haza! Elnézést, mégis mi a gond? Hogy mi a gond? Ez a hölgy már egy órája erősködik, hogy be akar menni a beteghez, de hiszen ezt nem lehet! Igen. Maga Jágó kezelő orvosa? Igen, én vagyok. Hogy van? Sajnálatos módon elég rosszul van. Rengeteg vért vesztett, és van egy csúnya fertőzése, ami nem akar elmúlni. Nézze csak egy pillanatra, kérem, hadd menjek be hozzá. Nem. Kérem! Lehet, hogy épp börtönben van, de ő is ember. Nem, én megértem, de nem valami porszagú szabályról van szó, kisasszony. A páciensnek tökéletes nyugalomra van szüksége, és pontosan ezért eleje volt a látogatás. Kérem, ezt az egyet tartsa szem előtt. Ez nem lehet igaz. Sajnos igaz. Maga hallgasson el! Jó. Visszajövök, de akkor már az ügyvédemmel! Hát persze, viszlát! Viszlát. Elnézést, doktor úr. Őrült. Na hát, micsoda nap. Micsoda nap? Igen. Na, nézzük. Ajjaj. Ha nem találjuk meg gyorsan a fertőzés eredetét, és nem szüntetjük meg, ennek a szerencsétlen gyereknek csak órái vannak hátra. A laborvizsgálat eredménye készen van már? Nem tudom, de ha gondolja, akkor megyek és megkérdezem. Igen, kérem, és adjunk neki 2 adag antibiotikumot, rendben? Rendben. Képzelje, megint betörtek. És mit loptak el? Nem sok mindent, egy ápolónői egyenruhát és egy stetoszkópot. Hihetetlen emberek vannak. Azt is ellopják, ami semmire se jó. Morena, menjünk el együtt szerelmem. Mi történt? Jágó, haldoklik. Nem. De igen, Laura. Bent jártam nála. És félrebeszélt. Rémálmai voltak. Végig hozzám beszélt álmában. Csinálok egy teját. Laura! Kérlek. Jágó haldoklik. Ez mi? Semmi. Hogy semmi? Ez egy orvosi köpeny. Ápolónőnek adtam ki magam. Látnom kellett. És? És? Megfogtam a kezét. Az egyik keze oda van bilincselve az ágyhoz. Jó. Magas láza van. Nem megyek hozzá Tomászhoz. Nem tehetem. Nem. Vega, úgy döntöttem, hogy el fogok válni. Sajnálatos módon a feleségem meg fog bolondulni. És egyébként Mateo elrablása is kapóra jön nekem. Nem hinném, hogy túl könnyű lenne. Én meg azt hiszem, hogy eleget fizetek magának, hogy a lehető leggyorsabban megoldja a problémámat. Bocsásson meg, hogy ilyet kérdezek, és megkérem, hogy őszintén válaszoljon a kérdésre. Miért szeretné úgy a válást? Nem leszek egy nőférje, aki ennyire gyűlöl engem. Aki mindenkinek borzasztó dolgokat mesél rólam. Ez tökéletesen világos. De nincs valami más. Ezt meg hogy érti? Na jó, akkor megkérdezem öntől egyenesen. Talán újra meg akar nősülni, és ezért szeretné annyira a válást? Hogy mit akarok tenni az életemmel, miután elváltam, az a magánügyem, Vega.
Nézze! Tudomásom van a Melina kisasszonnyal folytatott kapcsolatáról, és engedje meg, hogy megmondjam. Ha azért akar elválni, hogy elvegye őt feleségül, véleményem szerint nagyon súlyos hibát követel. Ezzel sehová sem jut. Egyedül azt éri el, hogy mindenki furán fog magára nézni. Ráadásul veszélybe sodorja a vállalata jövőjét. Gondolja át, elveszi feleségül az elhunyt testvére, régi menyasszonyát, miután őrültek házába csukatta a feleségét. Megértette? Ne avatkozzon bele a magánéletembe. Csak azért fizetem, hogy a jogi problémáimat rendezze, nem másért. Parancsoljon! Elnézést, uram, doktor Ramirez már várja odalent. Ramirez? Mit akar ilyenkor? Ha szeretné, megmondom, hogy most nem ér rá, mert nagyon el van. Nem. Doktor Ramirez annak a klinikának a főorvosa, ahol a feleségemet kezelik. Mondd meg, hogy jöjjön be. Értem, uram. Kezdje el intézni azt a vállást, Vega. Értem, uram. Parancsoljon, doktor úr. Jó estét. Bocsásson meg a kései zavarásért. Nem, de hogy is mi történt? Jobban vagy? Igen. Remélem, lehiggadva átgondoltad, és megváltozott a véleményed. Nem, Laura, nem változott meg a véleményem. Morina, most már túl késő. Amikor lehetett, nem léptél vissza, mindenbe belementél, most már túl Laura. Késő. Ne kínosz tovább. Kérlek. Nem tudom, hogy segítsek rajtad. Rajtam már nem lehet segíteni. De nagyon szeretnék. Nyiss ajtót. Jó estét. Jó estét, Laura. Figyelj, itt van már Morina. Mi történt? Úgy örülök, hogy itthon látjuk Josefina asszony. Köszönöm. Mindnyájan örülünk a látogatásának. Ez nem látogatás. Ide költözöm. Á, komolyan? Jött valaki? Igen, Josefina, ő Melina. Lucio menyasszonya volt. Annyira örülök. Találkozhatok szeretett Lucio asszonyával már az első este. És minek köszönhetjük a látogatást? Melina nem látogatóba jött, Josefina, itt él, ebben a házban. Komolyan? Uh-huh. Melina, ismered Aldo édesanyját? Igen. Nagyon örülök, Melina. Én is örülök, hogy itt van a házban. Valami baj van, Josefina? Nem. Nem, nincs semmi bajom. Mercedes, hánykor szolgálják fel a vacsorát? Amint Áldó úr asztalhoz ül velünk, mert jelenleg egy kicsit elfoglal, de amint megjön, akkor... A vacsorát akkor is fel kell szolgálni, ha Áldó nincs jelen. Ellentmond az alapvető elemi udvariasságnak, hogy az ügyeit intézi vacsora időben, amikor mindenki az asztalhoz ült. Hallottad, mit parancsoltam, Luisa? Igen, nagysága, elnézést, rögtön jövök. Szia, nagymama! Ah! Éhes vagyok! Ah. Mikor kezdődik a vacsora? Azonnal. És megmostad a kezed? Igen. Milyen jó illat. Szeretnél ma mellém ülni? Igen. Jó. És maga? Melina kisasszony nem is vacsorázik velünk? Bocsásson meg, de nagyon fáj a fejem. Inkább felmennék a szobámba. Elnézést. Tessék. Ezek szerint a rendőrség elment kivallatni a feleségemet a klinikára? Éppen ahogy mondja, szerettem volna beszélni önnel, mielőtt még Fraha felügyelő beszélt volna velem. Jaj, Fraha, nem bírom elviselni. Elmondaná nekem, mit akar megtudni a rendőrség? Nem akarok részletekbe bocsátkozni rá, Mirez. Csak azt akarom, hogy papírokkal igazolja mindenki előtt, hogy a feleségem teljesen beszámíthatatlan. Készítek egy patológiai jelentést a feleség elme állapotáról. Attól tartok, egy jelentés nem lesz elég. Annak kell megjelennie, hogy a feleségemen már nem lehet segíteni. Figyeljen, ez már túl veszélyes. Én... szóval nem szoktam hozzá, hogy rendőrök vallassanak. Nem szoktam hozzá ahhoz sem, hogy játszanom kell a betegekkel. Mennyit szeretne?
Nem a pénzről van itt szó. De mindig is a pénzről van szó. Mennyit szeretne Ramirez? 3000, 10000, 20000? Ne vesztegessük a drága időt. Indulok, főnök. Sokáig bent marad? Átnézem Roberto Cárdenas tárgyalásának jegyzőkönyvét. Mit vár ettől 25 év elteltével? Érdekes dolgokat találhatok még. Figyelj csak, nem tudod, hogy hol találhatom meg? Hát szokott lógni egy kocsmában, Matildénél. Á, igen, igen, emlékszem már. Gyere, előbb kiviszlek az állomásra. Köszönöm. Örülök, hogy egészséges vagy. Igen? Persze. Sokat dolgozom a rehabilitáció. Dolgozom, hogy... Szóval az esküvőre. Na jó, én megyek. Megyek, mert lefekszem. Holnap nagyon korán kell kelnem, tudod is. Köszönöm. Ciao. Jó éjszakát. Mizó is. Természetesen nem vagyok jól. Mármint Jákó miatt. Rendben. Már nem tudok hazudni neked. Megértelek. Megértelek. De szeretlek. És érzek mindent, amit te érzel. Igen. Komolyan. De... Kicsit elegem van. Megértettem, hogy mit éreztél, amikor még szabad volt. Amikor nem volt börtönben. Hogy mit éreztél, és amikor börtönbe került, még azt is megértettem. És most beteg... És ezt is megértem. De mégis meddig? Meddig kell még elviselnem ezt? Mondd meg, Morena. Vitassuk meg ezt később. Nem akarok veszelkedni. Megvallom, kicsit elfáradtam, Thomas. Jó. Te magad mondtad nekem, hogy nem akarsz többé a múlton rágódni, és hogy a múlt már ezentúl nem számít. Jágó nem a múlthoz, hanem a jelenhez tartozik. Thomas. Nagyon fáradt vagy, megértettem, oké. Jaj, ne, bocsáss meg, kérlek, bocsáss meg! Ne haragudj! Nem te vagy a hibás, bocsáss meg. Ne haragudj! Bocsáss meg. Bocsáss meg. Te bocsáss meg. Azt szeretném, ha boldog lennél. Semmi mást, érted? Tudom. Lehetséges. Szeretném, ha velem jönnél New Yorkba. Menjek veled New Yorkba? Igen. Morena elfogadta a családnevemet, és Mercedes egyetért vele. Szerintem ez azt jelenti, hogy már nem gyűlöl annyira, mint azelőtt, nem gondolod? Figyelj, Roberto, én nem akarnálak téged megbántani, de az élet nem ennyire egyszerű. Általában mondom, akarom mondani, hogyha Mercedes szeretne kibékülni veled, az nem azért lesz, mert a családnevedet felvette a lánya. Cárdenas! Igen? Szeretnék beszélni önnel. És miről? Üljünk le előbb egy csendes asztalnál. Ha ha ha.
Van egy meglepetésem a számodra. Mi? Csukd be a szemed. Uh-huh. Csukd be a szemed. Kinyithatod. Ez gyönyörű. Kocincsunk. A szerelemre, ami soha nem fog véget érni. A végtelen szerelemre. Nagyon hiányzol nekem. Morena. Szeretlek. Hozhatok valamit? Egy konyakot kérek. Értem. A szokásosat kérem. Jól van. Miről akar beszélni velem? Victoria Sirenio meggyilkolásáról. Hiszen az már nagyon régen történt, Fráhá. Már mindenki elfelejtette az egészet. Nem mindenki felejtette el. És ki nem felejtett? Például Elena Sirenio. És mit akar ezúttal Elena Sirenio asszony? Nem az az érdekes, hogy mit akar Elena Sirenio asszony. Szeretném, ha elmondaná, hogy mi történt akkor, Cárdenas. Erre nem szeretnék emlékezni. Nagyon fájdalmas ez az emlék. Értsem meg. Ne beszéljen mellé, kérem. Átnéztem a tárgyalási jegyzőkönyveket. Volt ott egy-két érdekes dolog. Nem értem, hogy miért. Miért vagy ennyire meglepődve, hiszen egyszer már beszéltünk róla, Morena. Mert erről még nem beszéltünk, Tomás. Nem beszéltünk dehogy erről. Dehogyis, nem emlékszem, hogy felmerült egyszer. Dehogyis, nem emlékszem. Tomás, én nem emlékszem ilyesmire. Erről még nem beszéltünk, hogy elmennénk New Yorkba. Én nagyon jól érzem magam itt Buenos Airesben. Figyelj, de rá, hát gondolj Tomás... már bele, légy szíves. Itt nincs semmi. Ott van a munkám, ott van az életem, ott vannak a barátaim, van mindenem ott van. Anyám, itt van az apám, itt van a... És Jákó, igaz? A szüleid miatt akarsz itt maradni? Tényleg, édesem, tényleg? Miattuk? Akkor eljössz hozzá ő két naponta a magánrepülőgépemen is! Vagy oda költözhetnének velünk! Oda! New Yorkba! Jöjjenek, veszek nekik egy szép lakást! Morena, szeretsz vagy nem szeretsz? Ne! Morena, ne! 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 Thank you.
Hőroham! Újraélesztjük! Gyorsan! Mindent készítsen elő! Igen. Nem tudom, hová akar kiukadni. Miféle furcsaságokról beszél? Én öltem meg Victoria Siréniót. Szerettem őt, de ő nem szeretett viszont. Emiatt végeztem vele. Nem kell ugyanazt szajkózni, Cárdenas. Már vagy ezerszer hallottam ezt a történetet. És még vagy ezerszer fogja, mert nincs más történetem. Nézz, ha valaki elkövet egy ilyen bűnt, mindig azt mondja, hogy ártatlan. Mindig. Tolvajok, gyilkosok, erőszaktevők, mindenki. Mindenki ártatlannak mondja magát. Akkor is, ha a bizonyítékok megdönthetetlenek. Miért mondja ezt nekem? Csak azért, mert maga soha nem nyilvánítja ártatlannak magát, mindig bűnösként nyilatkozik, és ez igen különös, hát nem érti? Miért különös? Azért, mert úgy tűnik, hogy maga szeretett volna börtönbe kerülni. Soha nem védte magát, Cárdenas. Ezt hogy értsem? Más helyet vonult be a börtönbe? Maga fedezett valakit, Cárdenas. Válaszoljon. A vacsorája, kisasszony. Köszönöm szépen, Luisa. Ha megbocsát. Persze. Mi történt? Megfáztál, édesem? Igen. Miért nem lent vacsorázol? Mert nem bírom elviselni az anyádat, ezért. Nos, hát ez hamarosan megoldódik. Szeretnék nyugodtan enni, tudod? Miért bánsz így velem, édesem? Mi bajod? Szeretném, ha tisztában lennél. Azzal, hogy Lucio nagyon sok pénzt hagyott rám. De te ezt a pénzt letiltottad. Te is nagyon jól tudod, hogy nem illett meg az örökség. Hiszen csak rávetted a testvéremet, hogy vegyen el feleségül halálos betegen, hogy örökölhess tőle. Türelem, édesem, ez most nem sikerült. Ha jól tudom, neked sem sikerült valami fényesem. A családi örökség nagy része hozzáférhetetlen, mert nem lehet tudni, kik a tényleges örökösök. Drágám, hallgass ide. Ha te átengeded az engem megillető részt, megígérem, hogy sosem állok az utadba. Ez most zsarolás? Nem. Egyszerűen annyit mondtam, hogy egy fillérhez sem juthatsz hozzá abból a pénzből, amit Lucio rám akart hagyni. Azt még meglátjuk, kicsikém. Beszéltem az ügyvédemmel, és elrendeltem, hogy kezdjen hozzá a válás intézéséhez. Azt mondta, hogy még 2-3 hónap, és újra szabad leszek. El akarlak venni feleségül. Mit szólsz hozzá? Jó. Ágyba? Kényelmesen ül. Persze, drágám. Persze, drágám. Hozzáférne, kérdezhetek valamit? Természetesen, édesem. Mondja csak, miért lett annyira mérges, amikor kezet rázott Melinával? Én úgy láttam, hogy rögtön lehervadt a mosoly az arcáról. Nem tetszik nekem az a nő. Tudom, hogy szegény Lucio nagyon szerelmes volt belé, de nem tudom megérteni, hogy miért. Nem, az a nő nem jó ember. Mondhatok valamit? Nekem ugyanúgy nem tetszik az a nő. Tessék csak! Jaj, asszonyom, itt van 2 óra az idősek otthonából. El akarják vinni Josefina nagyságát. Elveszítjük!
Elvesztettük. Hozzám jössz, feleség. Tomás! Mi történt? Mi történt? Nem megyek hozzád, feleségül. Nem tehetem. Igen. Hozzád akarok menni, feleségül. Ne menj el. Ne menj el. Doktor úr! Igen? Elnézést. Megmentettük! Megmentettük! Oxigén kérek! Oxigén! Oxigén, gyorsan! Megmentettük! Visszajött! Hadd nézem! Igen. Igen. Megmentettük! Magyar szöveg Frenkel Gergely. Hangmérnök Házi Sándor. Vágó Derzsi Csilla. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm digitál műtermeiben a TV Szinkron Kft. Készítette.